Orvosházon birkózott, és természetesen most van róla emlékverseny, mert sajnos ő már nem lehet köztünk. Úgyhogy Szabolcskám, köszöntelek a stúdióban. Még azért hozzáteszem azt, hogy Szabolcsnak van egy versenye is, amely úgy hívjuk, hogy utcai harc, és hát itt tulajdonképpen többféle sportág megmérettetik, és ezt úgy hívjuk, hogy küzdelmek éjszakája. Hát megmondom őszintén, ez egy csodálatos dolog volt, hiszen itt részt vettünk jó páran, Viki Dágyra, Növényi Norbi, Polyák Ime, Gedó György, és hát meglepő, szó szerint éjszakában nyúlott, és olyan hangulat volt, hogy azt mondom, hogy a jövőhöz hozzátartozik ez a csodálatos sportág. Szabolcs, üdvözöllek a stúdióban, és akkor először is kezdjük ott, hogy az mondjuk könnyű volt megbarátkozni a birkózásra, hiszen édesapád birkózó volt, de nem gondoltál arra, hogy esetleg zenész leszel, vagy mondjuk valami más? Nem, üdvözlöm a kedves közönséget. Hát a sportkarrierem az igen, jól mondtad, úgy kezdődött, hogy ugye édesapám az birkózott nem is akármilyen szinten, olimpiai reménységek tornáját nyerte, Szilisztrába, azt hiszem volt Európa-bajnok is. Végül pedig ugye én Orvosházán születtem, és Orvosházán érte el komoly felnőtt sikerét édesapám. Majd Dunaraszira költöztünk 1983-ba, és onnantól kezdve én mégis itt már Dunaharasztin nőttem föl. A birkózás az 10 éves koromban kezdődött, Csepel Autóvasas Sportegyesületbe kezdődött még, nem is emlékszem, talán 86-ban még, 86-87 derekán így valahogy, onnan kezdett el a sportpályafutásom. Birkózásba leúsztam jó 13 évet, de hát amíg a mai napig birkózok, hiszen mai napig azért szerintem minden küzdősportág egyik legjobb alapja, ugye a birkózás. Erre gondoltam, hogy üteges meg egy kicsit a vállamat, hogy ez valóban így van. Mert így, ahogy rendszeresen járok ki ezekre a utcai harc, ketrecharc, stb. Különböző küzdelmekre, tehát a komoly eredményeket általában azok érnek el, akiknek valamilyen birkózó múltjuk van. Tehát mégis mi az, amit adott neked a birkózás? Tehát amivel többet tudsz mondjuk azoknál, akik nem birkóztak? Birkózás az egy támadáscentrikus sportág. Tudni kell, mindenféle küzdős sportágban, az legyen karate, box vagy akármi, szinte mindig az dominál, ugye, aki támad, aki rá erőszakolja a stílusát a másik félre, másik versenyzőre. Tudni kell azért, hogy a birkózás ez pont ilyen technikákon alapszik, hiszen ugye tudjuk a mai szabályok szerint, aki már egy picike kis passzivitást mutat, azt már abban a pillanatban intik, leküldik ugye ebbe a büntető helyzetbe, a komoly pontokat veszít. Tehát ott a versenyzők rá vannak készítve, hogy mindenféleképpen támadjanak egyrészt. Másrészt azért tudjuk, hogy birkózás rettentő jó, komoly fizikai alapot is ad. Tehát fizikálisan és erőálló képességben rendkívül erős versenyzőkről beszélünk. Jó magam a birkózás végül is azért hagytam abba, mert voltak komoly sérüléseim, ami komoly gerinc problémáim, könyök sérülésem. De Szabolcs, bocsánat, azon komoly sérüléseid voltak. Hát gondolkodj egy kicsit. Hát tegnap lent voltunk nálad Erdősen, Növényi Norbival. Hát ott feszítések, folytások, törések, rúgások, kiskesztyű, nagykesztyű, hát ütés, vágás, Szabolcs, hát itt mi lesz a gerinceddel? Hát igen. Akkor még nem gondoltad, hogy a gerince tovább tereled. Abba az időben nagyon be voltam merevedve, erős fizikumú voltam. Jó, persze most is, hát még, sőt, talán még jóval erősebb vagyok attól, de nagyon kötöttek voltak az izmaim, és főképpen ez a kötött izmok pedig főképpen a birkózásból eredtek. Utána 99-től váltottam. Hozzá kell tenni, mindig is tetszettek a keleti küzdősportok, keleti harcművészetek, mindig is figyeltem őket figyelemmel. Annak, amikor még gyerek voltam, akkor már azért beindult ez az utcai harc, a Virtus magazin, meg mi egymás. És azért nézegettük ezeket tévébe, és hát mindig hát csodálatra méltóan. Bámultam azokat a nagy harcosokat, akik annó ugye győztek ezeken az utcai harcgálákon, vagy ugye ringbe. Akkor már azért össze-össze rakosgatták azokat a szabályrendszereket, ahol mindig más stílusbeli sportoló egyfajta szabályrendszerbe összeüthetett, ugye akár egy boxolót, egy kickboxossal, egy tájboxozót, egy kempossal, vagy akármi. Mi egymás. Az anno már domináló sportágak, mint például a tájbox, a kempó, a kickbox, ezek már azért az én fejemben azért így megakadtak.
Aztán 99-ben elmentem egy kempó edzésre, és hát ott maradtam végül, és ott ragadtam, mert nem tudom, megtetszett. Bár akkor még az indultam csapatbajnoki birkozó selejtezőkön, azért még birkoztam versenyszerűen is. Sőt, tehát 99-en nyertem is országos versenyt szabadfogásba. És, de valahogy nagyon megtetszett ez a szabadság maga, az ütésugás. Valahogy mindig tudtam azt, hogy több és több van bennem, mint szabályok keretében belül egyfajta csak a szabályok keretében belül küzdeni. Én bennem tudtam, mindig is több van. Tudtam, hogy szerintem jól tudnák ütni, rugni. Szabocskám. Tehát akkor kiderült, hogy te egy nagyon agresszív ember vagy. Igaz ez? Hát ez relatív agresszív, hát. Hát most láttam ott a feleségedet, kézem hordott, tehát mint egy hímes tojást. Egy vele nagyon szelíd vagy? Persze, de úgy alapjában véve, aki ilyenfajta küzdősportágat csinál, az alapjában véve szerintem nem egy igazi vadember. Vannak persze olyanok is, akik rendkívül vadok, idézőjelben persze. Vélemény szerint az önfegyelem meg a maga a sportiránti szeretet az rendkívül fontos, és az ember sokkal nagyobb eredményeket is elér, hogyha higgadtan és normálisan kezeli a dolgokat, mint ugye utcán, mint bárhol máshol. Igazán ezek az emberek, akik leadják az energiájukat ütésbe, rúgásba, küzdelembe, mondjuk inkább így, azok utána vagy megbékélnek a világgal, vagy önmagukkal megbékélnek, és így azért szelidebb emberek. Ezek a nagy túlnyomó része, persze vannak ugye azok kivételek is, akik ugye az éjszakában is elérik a rossz arcokat. Szabocskám, én részemről legalábbis nagy az öröm, hogy itt vagy, kollégáim is nagyon örülnek neked, bár volt itt az egyik kollégám, azt mondja, hogy a műsor után majd megvár, csak arra vigyázz, hogy könnyékkel ne üssél, tudod, csak így jobb kézzel. Tehát a Rólad is szól a Dal című műsort, látjátok, és a következő durván 50 percben is maradjatok velünk, mert ha szerencsénk lesz, ha mázlink lesz, akkor még Frejrenz Károly is megérkezik, hiszen ő megy Hamburgba, de valahogy próbálja besűríteni a programjában. Ha meg tudja oldani, akkor itt lesz, ha nem, akkor beszélgetünk tovább Szabolcsal. De én bízom benne, hogy Karcsi ide jön. Úgyhogy a műsor élő, szedjétek össze magatokat, telefonáljatok. Most pedig nézzünk meg egy olyan videoklipet, amelyben Szabolcs a főszereplő a küzdelmek éjszakáján. Jöjjön a klip küzdelmek éjszakáján. Yeah.
közös lesz. Az alázattól félek, neked nyernem kell. Az izmom megszakadhat, a lelkem nem pusztulhat, a földig megalázlak, a küzdelmek éjszakáján. Az izmom megszakadhat, a lelkem nem pusztulhat, a földig megalázlak, a küzdelmek éjszakáján. Az izmom megszakadhat, a lelkem nem pusztulhat, a földig megalázlak, a küzdelmek éjszakáján. A küzdelmek éjszakáján, a küzdelmek éjszakáján, a küzdelmek éjszakáján, a küzdelmek éjszakáján. Tehát szép napot, csodálatos életet, pozitív gondolkodás, süt a nap, de ha nem látjuk, majd kisüt. Tehát én ezt kívánom nektek. Szabolcs is így látja a világot, hiszen a közeljövőben Kempó világbajnokság lesz, ahol részt veszel. Hogy készülsz, mert tudom, hogy sérülésed van, hiszen tegnap együtt edzettünk, és hát nagyon-nagyon fáj a nyakad, és ennek ellenére azért Növényi Norberttel is vállaltál egy kis mérkődést, akinek egyébként szintén a közeljövőben, ha jól tudom, jövő héten mérkőzésre vesz még hozzá MMA-ban a legkeményebb küzdelemben. Milyen érzés volt Növényi Norberttel edzeni, és egyáltalán mit jelent neked ez a név? Ó, hát ez számomra teljesen nagyon óriási nagy megtiszteltetés, hiszen ugye amikor én még ilyenkölyök voltam, akkor végig is, ahogy nézzük, a ti legendátokon jöttünk így föl, ugye? Én még emlékszem arra időszakra is, amikor aztán megcsinált az első videokazettát, a birkózó videokazettát, még gyerek voltam, ahol ugye az országos körbe járogattál és tanítottad a szabadfogású birkózást, ami hát rettentő komoly technikákat ugye vont maga után. Hát a Növényi Norbert, tehát mint olyan édesapámról is ismerem, sokat mesélt ő is róla, hiszen is 12-13 éve fiatal volt nagyon nála, sőt, ugye a jó édesapám, az ő apját is ismerte, szintén nagy név volt a szakmában, és hát azért ugye egy olyan ember, amikor ugye megnyerte ugye a Moxoni olimpiát, hát akkor szinte az egész birkózás róla szólt, Növényi Norbertről, a világbajnoki helyezései után is. Tehát elpártolt ugye a kickboxba, azt hiszem 86-87-ben rendezték meg a világbajnokságot itt Budapesten. Hát akkor megint a országvilág róla beszélt, Növényi Norbert és mi egymás. Bár ugye az én edzőm is, Sándor György, aki szintén kickbox, profi kickbox klubot vezet, ő is akkor lett világbajnok, és rengeteget mesélt Növényi Norbertről. De hát akkor is azért az országvilág tett róla szólt. Utána az üzleti életben ugye mindig ott volt, és a médiában is valahogy mindig egyfajta impozáns alak volt, úgymond. Az, hogy én fölkerültem arra szintre, hogy végre a legjobbakkal, meg a leghíresebbekkel tudjak itt találkozni, illetve bunyózni, esetleg is egy kérés, hogy segítsek őt a felkészülésébe, hiszen az én már MMA-ban, azért Magyarországon már azért sok mindent leraktam, és az egyik legismertebb versenyző vagyok MMA-ba. 6-szor győztem, és nem volt még vereségem. Ugyanakkor mind a 6 mérkőzésen nagyon komoly ellenfelek ellen volt. Ebben benne volt a francia, a lengyel, a cseh, benne volt a brazil világbajnok, benne volt a román bajnok, és mi egymás. Illetve az ukrán favorita a legutóbb. És még láttam is őket, tehát magyarázkodnod se kell. Igen. És hát ez egy óriási nagy megtiszteltetés, hogy egyetlen egy Növényi Norbert ugye lejön Dunaharasztiba, ahol edzünk, akkor én is segítek neki felkészülni. Hát és azért ő is segít azért, hiszen egy birkózó olimpiai bajnok, meg egy 2-szeres kickbox világbajnok azért nekem is tud azért segíteni a felkészülésben. És ez egy rendkívül komoly elismerés. Szabolcs, nem tudom, hogy szabad-e róla beszélni, de ha úgy gondolod, akkor mondd el, ha úgy gondolod, hogy nem szabad, akkor nem mondd el. A Gyuriról szeretnék kérdezni, mert tudom, hogy te nagyon felnézel a
az edződre. Igen. És hát ővel történt egy baleset, hogy tolószékbe került. Erről szabad beszélni? Persze, szabad beszélni. Igazából ő tudna legjobban megmondani ezt. Tavaly nyáron kerültem ebbe a körbe. Pitbulloknak hívják őket ebbe a csapatba. Egy profi kickbox csapatról beszélünk, és az egész harmónia tetszett meg. Ebbe a klubba nagyon nehéz bekerülni. Nagyon nehéz oda bekerülni, élményben maradni, és nagyon nehéz, illetve nagyon könnyű onnan kikerülni. És igazán az, hogy mi tart minket össze, az, hogy Eresegyházától kezdve Ványról, vidékről, ugye Dunaraszíról én is, tehát környékbeli, de nem is csak az, hogy Pestről, hanem vidékről is járnak ide, és szinte össze-vissza verjük egymást, egy nagyon komoly klubba, ez önmaga a légkör, ami ott van, a fegyelem és a rend az, ami minket rendkívül ott körbevesz minket. Nagyon tisztelem az edzőmet, hiszen ő is kétszeres kickbox világbajnok volt, annó ugye, amikor a Növényi ugye nyert ugye világbajnokságot, meg Európa bajnokságot, úgy tudom, akkor ő is egy, Sándor György is egy nagyon nagy név volt a küzdősport szakmában. És hát ővel azt 92-93-ban történt egy baleset, ami tolószékhez juttatta őtet. Egy utcánbeli, azt hiszem, hogy egy rendőr lőtte le, utána kiderült, hogy teljesen jogtalanul is. És az ő életében akkor egyfajta törést okozott, bár ez a fajta törés ez nem rettentette meg őt. Rettentően becsülöm én az ő kitartását, hiszen mai napig azért tolószékbe olyan harcosokat nevelni, mint például én jó magam, vagy például Jánosi László, aki ugye megnyerte a nehézsúlyban az utcai harcot, vagy Veres Ádám szintén, aki egy óriási K1-es reménység. Van mindenféle versenyben indít versenyzőket, thai box, kickbox, utcai harc. Ugye rajtam keresztül bejutottunk így az MMA-ba is, MMA világába. Tehát egy ilyenfajta versenyzőket nevelve tolószékbe azért az nagyon-nagyon nem egyszerű. Mai napig ő is edz, sportol, fekvenyom országos bajnokságokon indul meg, aztán tavaly Skander versenyt, magyar bajnokságot is megnyerte, mind jobbkézzel, mind balkézzel. Hát igen, ezek szomorú történetek, de hát tulajdonképpen mindannyiunkra előfordulhat ilyen dolog, tehát vigyázni kell azért az életben. Szabolcs, akkor engedd meg, hogy most megnézzünk egy olyan videoklipet, amit köszönök neked, hogy ez a te bevonuló zenéd, tulajdonképpen az utcai harcot, amikor utoljára megnyerted, erre a zenére vonultál. És akkor nézzük meg ezt a klipet, és megígérem a kedves nézőknek, hogy Sándor Györgyről is majd előkeresünk egy videoklipet. Ha ma nem sikerül, akkor legközelebb biztos, és akkor bejátsszuk, mert egy zseniális ember és egy nagyon jó edző. Akkor most nézzük meg a Földfiai című videoklipet. Magyarország,
talpunk alatt, a föld remeg, mintha bálna szív, dobbanna meg a földnek itt az életet, dobogó kő. Őseim, földfiaim, magyarok, büszkék és szabadok, őseim, földfiaim, magyarok, ne fogjon átok rajtatok, őseim, földfiaim, magyarok, örökké összetartsatok, őseim, földfiaim, magyarok, összetartsatok. Tehát megijedtetek, nem mertek telefonálni. Mikor 8-10 telefonáltok állandóan, itt van Szabocs, nem szabad félni tőle, csak kopasz, zorral kinézetű, nagyvállú, kőkemény ember, Növényi Norbival verekedik, de egy rendes gyerek, nem fog senkit bántani. Tehát nyugodtan telefonáltok, hogyha van kérdésetek, persze, ha csak néztek bennünket, annak is nagyon örülünk, hiszen tudom, hogy sokan nézik ezt a műsort, hála jó Istennek. Tehát Szabocs, lépünk tovább. Légyen kedves, próbál meg a nézőket közelebb hozni, hogy mi a különbség a különböző
küzdő sportágok között. Tehát most itt néhányat felsorolok, mondjuk a karate, kempo, aikido, kickbox, thaibox. Tehát, hogy mi az, amitől mások? Mert hát ez természetes, hogy mondjuk a karatén belül is van jó pár ága, a kickboxnak úgy szintén, a kempónak úgy szintén. Mi folyik itt? Mi történik? Vagy ki érti ezt az egészet? Hát nézzük csak a, hasonlítsuk csak a zenei világhoz. Mondjuk ugye egy zenekarban is van mindenféle, van dob, van fúrja, kürt, vagy gitár, szintetizátor, vagy akármi. Amivel hasonlóak, az maga a hangzás. Az maga a lényege. Ugye, mint általában keletről valóak, ugye, mint tudjuk, Kína, Japán, India, általában ezek a küzdősportok is, ezeket azért tovább alakították. Ugye azért 21. század élünk. Van már ugye, ami abszolút mindenképpen hasonlít az összes küzdősport, az maga a keménysége. Most egyre jobban akár karatét nézzünk, akár tradicionálisabb karatét, mondjuk inkább így. Mindenki félképpen a keménység és a hatékonyságra mennek ugye rá szintén. Vannak ilyen, mostán úgymond profi sportok, kickbox, vagy a thaibox, amiben ugye tökéletesen kialakult ugye a K1, amit az emberek ugye jobban ismernek. Van ugye ezeknek a tökéletes keveredése a birkozásba egybe belegyítve, illetve még a jitsut, a jiu-jitsut még azért hozzá lehet tenni, amiben ugye kialakult ugye a ketrecharc technikák, a ketrecharc, mint olyan. Milyen különbözőek ezek? Óriásilag. És hasonlítanak, és ütnek is benne, rúgnak is benne. Valamelyikben ugye dobnak is, valamelyikben ugye még földön is ugye dolgoznak. Amiben ugye különbözik, az maga a hatékonyság, az maga az, hogy hogy ütnek, hogy rúgnak. És az, hogy ez maga az önmindenlenben utcán mennyire tudják érvényesíteni. Nagyjából ennyibe különbözik a küzdősportág egymástól. Jó, ha most csak akkor vegyünk két sportágat külön. Azt mondjuk, hogy kickbox, és azt mondjuk, hogy thaibox. Ez kettő nagyon hasonló sportág. Maga a thaibox, vagy úgy illetve muay thai, azért jóval idősebb, mint ugye a kickbox. Kickbox az már egy sportkarate, azt hiszem egy amerikai gyökerű. Hát a 70-es években alakult ki. Ami olyasmi, az amerikai gyökerű, míg ugye a Muay Thai az ugye már ősidők óta létezik ugye a Thaiföldről, de ezt ugye az európai ember ezt is ugye átalakította, hiszen ugye belevetítette a Muay Thai-ba, belerakta ugye a box technikát az európai ember, ami ugye mint box, az olyan, mint az kőkemény ugye európai szintű sportág volt, több száz éve visszamenőleg. Maga a kickbox meg a thaibox között ugye már, ma már ugye úgymond nem sok különbség van, pontosan azért, hiszen általában ezek idézőjelben profi kategóriában ezek majdnem, hogy egy szinten egyfajta szabályrendszerekbe indulnak. A kickboxban vannak ugye light kontaktok, illetve szemikontaktok, ezek ilyen úgymond művésznevek, amit a bevitt találatoknak az erősségét mutatja, kompenzálja, míg a thaiboxban ilyen nem nagyon van. A thaiboxban azt hiszem csak egyféle van, ugye full kontakt, és be is fejeződött, és ezt már ugye hál' Istennek gyerekkorban is ugye csinálják, elkezdték. Bocsánat, Szabolcs. Szép napot, egy telefonáló van a vonalban. Halló! Halló, jó reggelt kívánok! Kedi, csókolom! Jó reggelt kívánok! Hallunk mindent! Pap Katalin vagyok, Dél-Afrikából vagyok ide haza. Ez a legjobb, hát onnét a melegből ide jönni? Hát ez... Igen, hát ott is tél van. Igen. De sajnos most nálunk is tél van. Önök Orosházaiak, uram? Csak a Szabolcsnak az édesapja származott Orosházáról. Meg jó, hát a Szabolcs is ott született, de már... Nem tudom, a Szabolcs hallott-e a... Szentbeli Feriről? Igen, hallottam. Igen, meg. Hallott. Egy pillanat, akkor... Van még másik kérdése? De ezt hallottam csak volna, hogy ön... Hogy... Nincs csak azt szerint, ma ismerik a Szentbeli Ferit, sajnos ő meghalt 7 évvel ezelőtt, ő is birkozó volt Orosházán, csak az emlékére jelentkeztem önöknek. Jó, legjobb barátom volt. Oké, nagyon szépen köszönjük a kérdését, a Szabolcs válaszolni fog, és akkor bejátszunk a tiszteletére egy nagyon szép videoklipet, amelyben a Szabolcsnak az edzője szerepel, aki tolószékben van, úgyhogy nézze nagyon bennünket. Nagyon szépen köszönöm, a továbbra feleségének is. Megmondom. Oké, és szép napot önnek. Üdvözlöm a feleségét, az édesapám sokat beszélt a Szemedi Feriről. Oké, akkor tehát mondjál akkor egy pár gondolatot már. Annyit tudok
Személy szerint nem ismertem, hiszen ugye még voltam 4 éves talán, de rengeteget mesélt az ottani orosházi, akkor az orosházi birkózókról, meg úgy nagyjából arról a körről. Az orosházi birkózók akkor rendkívül nagyon komoly módot képviseltek. Országos szinten a csapatbajnok, illetve az egyéni versenyből sok válogatott kikerült vizéből, kikerült orosházáról. Úgy tudom, a Ferenc az egy rendkívül egy nagyon komoly munkamester volt, én úgy tudom, ha jól emlékszem rá, nagyon komoly poénjai voltak. Így ez most így bele is eszembe is jutott, hiszen úristen, mikor mesélt már, nem is tudom hány éve, legalább egy 20 éve mesélt ő róla, tehát azért úgy a gondolataim azért megvannak ezek. Szabolcs, akkor beszéljünk arról, hogy milyen célok vannak, mit szeretnél elérni. Mert most már ugye utcai harc, ketrec harc, mindent megnyertél. Most remélem megnyered a Kenpo világbajnokságot is. És akkor mit akarsz megnyerni? Ugye mindig minden fiatalnak az volt az álma felnő, hogy egyszer majd világbajnok legyen. Ugye én sportot váltottam, birkózásban ugye nem értem olyan sikereket, mint a küzdősportágban. Magyarországon itt már szinte mindent megnyertem. Budapest rendezi a jövő héten a Kenpo világbajnokságot, és ez számomra egy annyira egy elhivatottság most, hogy most ebben mindenfélét nagyon komoly módon bele szeretnék adni. Nekem is életem álma, hogy világbajnok legyek. Tavaly volt rá is lehetőségem Olaszországban, de ott nem voltam igazán jó formában, és fogyasztásomat is elrontottam, meg a felkészülésemet is elrontottam, túlhajtottam magam teljes mértékben. Na de tegnap megkaptad a fenyítést. Tőlem is, igen. Norbitól is, hogy meg kell állni, fájdalmakat, pihenő, sziesta, de valami kis mozgás kell. Tehát nem lehet nagyon dolgozni. Igen. Rengeteget edzel, én tudom. Most ezt most meg is fogadom, hiszen a komoly gerinc problémáim így lettek így a két hét alatt. Mégis ezt meg is fogadom. Tehát mindenféleképpen a Kenpo világbajnokság. A Kenpo, mint olyan elég Magyarországon rettentő híres sport. Főképpen azért, mert a mindenféle küzdősportágban ugye kemposok azért nagyon komolyan megállták a helyét, és ha azt nézzük, akkor a most pillanatnyilag Magyarországon leghíresebb küzdősportolók, mint például Karacs Attila, Németh Artár Gábor, Varga Péter, Varga Tamás, és ez mind kempos, illetve jó magam. Hál' Istennek elértem egy olyan fajta szintet a kempóban, hogyha kimondják azt, hogy kempó, akkor hirtelen az embereknek mindenki minden éj jutok az eszükbe. Hú, az úristen, az jó keményen üt, rúg, dob, új is, és földön rettentő jó dolgozik. Tehát valahol a kempósoknál valahol, illetve a közemberekben valahogy, amikor kiejtik, hogy kempószó, hál' Istennek elértem egyet, hogy valahogy mindig éj jutok az embereknek az eszükbe. Kempó világbajnokság az azért egy komoly kategória, mindenféle más küzdősportággal is egyetértve, de főképp a kempó az egy komoly sport, és ez a világbajnokság azért komoly szintű, hiszen mind a románok, mind a franciák kempó köreiben tartalmaznak olyan embereket, olyan egyeket, aki már mind K1-ben, mind Thaiboxban, mind MMA-ba komoly profi versenyzőket neveltek ki, illetve ezeket azért hozzák is. És hát azt nézzük, ez nem igazán amatőr világbajnokság, hanem itt a profik is el fognak indulni. Továbbra is a rólad is szól a Belcin Misot, látják vendégem Felföldi Szabolcs Kempo, Európa bajnok. 5-szörös ketrecharc és 6-szörös utcai harc győztes. Jövünk vissza, maradjatok velünk. Ígértem nektek egy videoklipet, melyben az ő edzője szerepel, aki egy gerinclövés miatt tolószékbe került. Akkor most nézzük meg ezt a videoklipet, remélem kollégáimnak sikerült előkeresni, és akkor lássuk az időutazás című videoklipet. Másképp jár, a másodpercet nem vihetett tovább.
csoda. Ő által hívnek, téged pótolni nem lehet. Újra meg nem születhetsz, az életnél szebben jobbat senki nem talált fel. Szép napot, köszönöm, hogy velünk maradtatok ebben az elmúlt durván 40 percben, és még van egy kis időnk, hát megérkezett a hatalmas nagy ember, Ferenc Károly, aki szó szerint egy élő legenda, akinek különösebben nem is kell bemutatkozni. Ha azt mondom, hogy Benkó Dixielandben, ott játszott már. Ha azt mondom, hogy Metro, két lemezen is játszottál, meg hát ugye nem olyan régen fel is léptél velük. Ha azt mondom, hogy LGT, hát akkor ott is csodákat tettél. Ha tovább megyünk, Scorpio, hiszen olyan zenét csináltatok, ami egy igazi, ősi rockzene. És ha azt mondom, hogy kétszer voltál az év basszusgitárosa, és mellette meg egy zseniális ember vagy, és hajtasz, küzdesz, de hova, Karesz, 60 éves vagy, ott voltam a születésnapodon, mindenki megtisztelt, aki élt és halt, aki valamit számít ebben a szakmában, ott volt, és mit akarsz te karcsinni? Komolyan mondom, hova hajtasz? Mert most megint mész Hamburgba. De azért bejöttél. Köszöntünk. Jó reggelt kívánok a nézőknek. Sziasztok. Itten kicsit zavarba vagyok itt ettől a bevezető beszédet. Ilyen dolgokat csináltál. Nem kell egyre megdicsérni, mert tényleg elszégyellem magam. Hát mi az, hogy hova hajtok? Hát az ember... Ha ennyi mindent fel tudtál sorolni, az azt jelenti, hogy egész életemben hajtottam, és dolgoztam, és csináltam, és mentem előre. Most ugyanúgy nem állok meg, mert úgy érzem, hogy nagyon sok minden van bennem. És hát az, hogy hova hajtok, az tulajdonképpen egy kicsit már fals mondás, mert
Sok mindent elértem, azt lehet mondani. Már olyan nagyon nagy célok nincsenek, de azért a hajtás megmarad, mert azért játszani akarunk, szeretni fogunk, és idén is egy jó pár nagyobb bulin megjelenünk a Skorpióval, és a munkámat is csinálom, és szeretek menni, szeretek hajtani. Olyan napjaim vannak, ami, hogyha egy ilyen normális ember végignézi, hogy mit csinálok, és mennyi mindent intézek egy nap, és mennyi minden helyen fordulok meg, akkor tényleg egy kicsit megrökögyödnének. Egy kicsit vissza. Lehet, hogy nem túl sokan tudják, hát a fiatalok között biztos nem, hogy te tulajdonképpen Latinovics Zoltánnak és Bújton Istvánnak is féltestvére vagy. És hát szeretném erről egy pár gondolatot, mert ez egy olyan nagy csoda, hogy három ilyen zseniális ember, teljesen különböző dolgokban olyan sikereket érhetek el mind a hárman, hogy legendák vagytok. Egy kicsit kijavítanálok, mert a Bújtól Pistával mi édes testvérek vagyunk, őt is Frejlesz Istvánnak hívják, csak amikor ő elkezdett filmezni, megkérdezte, hogy te Frejlesz, hú, ezt felejtsd el, ezt a nevet, mert ezzel nem lehet, mert ezt nem fogja senki megjegyezni. Akkor én még nem zenéltem, és akkor ő neki magyarosítani, megváltoztatni kellett a nevét. És volt egy anyai ágú nagyszülői rokonság, akiket Bújtornak hívtak, és ő neki megtetett a név, hogy az István a jó ki, a Bújtor István, jól ki lehet mondani. Tehát ő az édes testvérem. Az, hogy így egy családon belül így ilyen emberek jöttek össze, az talán a véletlennek mondható, lehet az, hogy szüleinktől olyan géneket örököltünk, amiknek a művészeti pályákon helye volt valószínűleg, de hát nagyon sok munka van emögött is, hát én mint zenész rengeteget gyakoroltam, 5 éves korom óta folyamatosan napi 1-2 óra zongora, aztán klarinét, aztán mindenféle íze, tehát azért nem elég az, hogy az emberben van valamilyen tehetség, ami azt nem lehet kihasználni, csak úgy, hogy az ember dolgozik. Egyszer a Grosics Gyula bácsi mondott egy nagyon jó mondatot, amikor azt mondta, hogy a Puskás öcsibe benne volt az, hogy ő egy baromi nagy tehetség, és azért kell őt dicsérni, mert ő ezt kihozta magából. Tehát lehet, hogy van másik ugyanolyan jó focista, mint a Puskás öcsi, akiről sose tudtuk meg, hogy ő egy jó focista, mert nem hozta ki, mert lusta volt, tróger volt. És a Puskás öcsi bácsi kihozta magából ezt a nagy tehetséget, amit örökölt. Tehát meló az kell hozzá mindenképpen, és az, hogy így testvér szinten gyakorlatilag bátyáim, mint színészek, és mint filmrendezők, mint írók, sikeresek és szeretettek a közönség által, az nagy öröm, és az, hogy én a zenei pályán is ez, és az, hogy ez így egy családban, ez természetesen eléggé ritka, de nagy meló áll mindenkinek emögött a siker mögött. Abban az időben, amikor én meg úgy elkezdtél zenélgetni, és amikor átpártoltál a rockhoz, mert ugye az LGT-ből azért nőttem ki, mert azt mondtad, hogy nagyon elmentek a színház irányában, és te azt mondtad, hogy gyerekek, én egy kőkemény rockzenész vagyok, hiszen ha azt mondom, hogy a Skorpió lemezeken egy olyan erőt, egy olyan dinamikát adtál az éneklésedben, az egész hangszerelés, egyszerűen úgy szóltatok, komolyan mondom, hogy ha ez a zenekar mondjuk a világ másik táján szól, akkor ez világhíres zenekar, mert annyira helyén voltak a hangszerek, annyira ki volt találva, én beszélgettem a Szűcs Antragával, és nem is értettem, kérdeztem, tehát hogy lehetett, az igaz, hogy mondjuk a Pap Gyula, te Fekete Gabi, tehát mindenki zseniális volt ebben a csapatban, de hogy ott akkor úgy találkoztatok és ilyet tudtatok, hogy bírtad összefogni ezeket a nagy egyeniségeket? Hogy mondjam, az, hogy ha máshol születtünk volna, azon gondolkoztunk mi is sokat, mert ott voltunk így a küszöbén annak, hogy ezt a zenét nem csak Magyarországon, hanem a világon bárhol el lehet fogadtatni, és erre volt egy csomó példa is Einsteinnek, hogy azért ki tudtunk menni. Megvetni a lábunkat azért nem tudtuk, mert abban az időben, amikor ez a dolog lendületben volt, akkor a szomszédos köpölcsészébe is 2 darab vízumra volt szükségünk, hogy elmenjünk, és a vízumra várni kellett egy hetet. Na most, hogyha hirtelen jött egy fellépés, vagy egy tévéfelvétel, vagy valami, egyszerűen fizikailag nem tudtuk megoldani, és azért voltak problémáink, nem csak ezzel a zenekarral, többiekkel is. Tehát tulajdonképpen az, hogy egy ilyen lendületes
rockzenét és egy ilyen jó sajátos hangzást tudtunk megcsinálni. Ez bennünk volt, ezt ki kellett hozni belőlünk, a hangszereléseket hát elsősorban az én instrukcióim alapján csináltuk meg úgy, hogy hallgatható a mai napig. És, hát egy jó menedzser is vagy, erről nem beszélsz. Az egy másik történet, az igazság az, hogy azért ez egy ilyen szükséges rossz volt, hogy minden zenekarnak volt egy embere, vagy zenekar vezetője, minden, aki szaladgált az üzlet után, amit máshol menedzsmentek csinálnak, ami sokkal jobb, mert a zenész az törődjön a zenéléssel. Szóval ez egy kicsit rossz volt, és ez plusz munkákat jelentett, és olyan plusz munkákat, amiket az ember nem igazán szeretett, hogy reggel 8-kor be kellett venni valami hülyeségfejhez, és el kellett beszélgetni arról, hogy most akkor mi hogy legyen, és hogy legyen a nyomdába beküldve a lemezborító, minden. Ez nem igazán egy zenésznek a dolga, de hát ezt kellett csinálni. Úgyhogy úgy jöttünk ki, hogy mi egy nagyon jót akartunk csinálni, és hát az én életem leginkább a színpadról és a rock performance-ról, az előadásról szól, és én azért ragaszkodtam ahhoz, hogy egy színpadi zenekar, ami azt csinálja, tehát kizárólag lemezeket készít, tévébe, koncerteken részt vesz, stb. És ez nagyon, nagyon sikerült a Skorpió. Hát nagyon örülünk annak, hogy a Rohanás című nagylemezünk először is hát közel 300 ezer példányba kelt el, ami hát mai fülel egy... Kacsa, legyen az első között vásároltam meg. Mai fülel egy elég nagy szám, és beválasztották egy listán a lemez, mint azt hiszem a hatodik vagy a hetedik helyen van minden idők legjobb magyar rock lemezei között, és hát ennek nagyon örültünk, és úgy éreztük, hogy ez az az út, amit sikerül, és hogyha a Szűztotyával beszéltél, mindenkiből ki tudtuk hozni a saját benne lévő dolgot, és ez nagyon jól működött, és megismerkedtek velünk, nem csak itt, hanem rendszeresen jártuk a környező annak idején a kelet-európai országokat, és Lengyelországban több koncertünk volt egy év alatt, mint Magyarországon, meg ilyenek, jó, hogy mondjuk ez egy nagyobb ország, de tulajdonképpen ott is az utcán megismertek minket, amikor mentünk, tehát terjesztettük a magyar rockzenét elég szépen. Ezek a mai fiatalok elszemtelenedtek, mikor ezt most már nem nagyon akarnak minden percben felismerni, de hát én felismerlek a csikában. Az tulajdonképpen az nem zavar, az ember az... Némi magánélete van, akkor az azért bocsánat, jó. Bocsánat, Karcsikám, van egy telefonáló. Szép napot! Halló! Szép napot! Elhúztak, Tomagnyány vagyok. Szia, Visi, üdvözöllek! A Karec is, és a Felföldi, igen. Nagyon sok szeretettel üdvözlök benneteket, és a Karec is, örülök neki, hogy látom, és annak idején még a Bújtor Pisti, a Kozmával nagyon jó barátságban volt, és most egy volt birkózó, ugye birkózóból lett kickboxos, vagy küzdősportos, és az édesapját is nagyon jól ismerték még annak idején, szerintem a Karec is, a Felföldi, úgy beszélték, hogy Arikó, és örülök, hogy itt láttak benneteket, és így jöttem ott az át. Misikém, köszönöm, hogy nézel bennünket, és tedd ezt máskor is. Ez volt a művész neve. Oké, szia Misikém, és nézzél bennünket, mert a Karcsit hagyni kell beszélni, mert most már klippet se játszunk, mert a nagyon nagy király bejött ide, hamburger, úgyhogy nem lehet. Karcsikám, akkor hallgatlak tovább. Tehát ott álljunk meg, én nekem ami feltűnt, hogy amikor te a basszusgitárt a kezedbe vetted, az egy dolog, hogy most épp basszusgitárosa volt, tehát nagy dolog, de az a hangszín. Nem is tudom, mivel állítottad el ezt a torzítós ilyen, mert az ilyen kuriózum volt, főleg abban az időben, ma már nem lenne ez nagy kuriózum, de akkor ez egy olyan lökés volt, hogy úristen, milyen hangsz, mi ez? Hogy történt ez? Hát a következő, ha zenélsz, úgyhogy ilyen apró szakmai dolgokat meg fogsz érteni. Én a következőkre jöttem rá, hogy a basszusgitárosok azok ugye az ujjukkal pengetik a hangszínet, és az új begy az nem ad egy ilyen megfelelő lökést a hang indításnak, vagy volt, aki pengetővel basszusgitározott, az meg nem volt egy igazán jó svádájú basszusgitározás, aki pengetővel játszott. Na most én ahhoz, hogy nagyon ritmikusan és nagyon pregnánsan és nagyon élesen és kicsit olyan szinte már a torzításig menő ilyen hegyesen játszak, erre azt találtam ki, hogy a
pengető ujjaimra, hogy egy nagyon picit megengedtem a körmét, és amikor rájutottam a hangszerre, akkor az utolsó végé a körmöm érintésével volt, és attól egy ilyen nagyon jó hegyes hangot tudtam elérni, és ez annyira benne van, hogy a második, a harmadik és a negyedik ujjam a jobb kezemen, amivel pengetek, az a mai napig mindig egy picit hosszabbra van hagyva, mint a többi, hogyha bármikor egy hangszert a kezembe kell venni, hogy ez a pregnáns hangzás meg legyen. Ez egy ilyen dolgot, és ezt így gyakoroltam be, és hát visszatérve erre a Rohanás című első Skorpió nagylemezre, ami nagyon fontos volt, az, hogy tulajdonképpen nagyon jó minőségű stúdiófelvételt tudtunk csinálni, tehát nagyon jó volt a hangzás. Nekem a legjobb, nem is tudom, hogy ilyen, a dobok is úgy szóltak, komolyan mondom, mint hogyha egy ütésenképpen. Na most akkor azt kell hozzátennem, hogy ezt a hangzást egy 4 sávos én ezt tudom már, muzeális magnetofonon értük el, ami hát 2 sztereosáv, ugye, és úgy kellett játszanunk, hogy egyszerre játszottuk föl a dobot, mindent zenét, akkor azt összekevertük 2 sávra, akkor jöttek az énekek, a gitárszolók, minden, azt megint rákeverni, egy borzasztóan komplikált dolog volt, és általában el is veszett a sok bába között a gyerek, tehát mire kész lett a felvétel, addigra jó szar volt minden, tehát a minősége nem volt. Itt hálistek meg tudtuk őrizni, és szinte hibátlan hangzásban megy vég az egész lemez, ami a mai napig csodára járnak, mert utána, amikor jöttek ezek a 40, meg 50 sávos, meg 80 sávos hatalmas keverőpultok, és mindent a legutolsó apróságig meg lehetett csinálni utómunkában. Ahhoz képest is mellé raktuk ezt a felvételt, és megállt a helyét. Ugye utána is egyre jobb lett a Skorpió, ugye jött a Tátrai Tibi, Német Gabi. Igen, aztán volt egy periódusunk, játás, amikor váltottunk és elkezdtünk trióba játszani a Tátrai Tibivel meg a Pap Tomival. Ez 1979-84-ig tartott. Egy nagyon klassz 5 évünk volt, és hát ilyen, akkor a Tibivel elhatároztuk, hogy ilyen bravúr dolgokat csinálunk, ilyen együttjátszásokat basszusgitárral, szólógitárral. És hogy az, hogy az ember trióban játszik, az egy nagyon nehéz dolog azért, mert hogyha a gitáros nem játszik, akkor csak ritmus van, a basszusos nem játszik, akkor nincs alja a darabnak, szóval mindenkinek mindig játszania kellett, hogy egyforma meglegyen a hangzás, és hát ott is sikerült a lendületes hangszereléseket és dalokat írni és megkomponálni, amik hát úgy halljuk a mai srácoktól, akik elkezdik a hangszerüket forgatni, hogy etalonként néha, hogy belehallgatgatnak a Skorpiónak ezekbe a lemezeibe, aminek nagyon örülünk. Engedd meg, hogy szegény Szabolcsot itt ültetjük. Egy pár gondolat, hogy mit jelent neked a ketrecharc, utcai harc, küzdősportok? Egyáltalán érdekel ez téged, vagy csak nyerünk, nyomjuk és fogjuk a hangokat? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez egy teljesen más műfaj. Na most én azt mondom, hogy a harc az egy jelenség, ami nem csak az embereknél, az állatvilágban mindenhol megvan. Tehát amikor a 2 szarvasbika tisztáson megvív az őszgida szerelméért, az ugyanúgy beletartozik az életbe, mint amikor 2 ember egymás között bebizonyítja, hogy ki a jobb, ki az erősebb, ki az ügyesebb. Úgyhogy ez a ketrecharc, ez egy nagyon férfias dolog, és gondolom az, hogy ott győztesnek lenni, az nem kevés lemondással, és nem kevés sérülés veszéllyel, és nem kevés izéval jár, de azt hiszem, hogy egy harcban győztesként kikerülni az egy nagyon komoly dolog, és azt hiszem, hogy ennek van létjogosultsága a sportok között. Tehát tulajdonképpen a győzelemre hajtunk, és hogy erősebbek és ügyesebbek vagyunk, mint a másik, azért ez egy nagy dolog. Én ezt nagyon díjazom, ezt a sportot. Szabolcs, mit kezdenél, ha újra kezdenéd az életedet, mit csinálnál másképp? Nagy más sóhaj volt, vigyázz ezekkel a sóhajokkal. Nem hisztam volna meg, nem akarok. Várják, Karcsi, már intézem is neked, úgyhogy Növényi Norbi, Szabolcs, én hárman együtt edzünk, összelünk, és kicsit munkára fogunk, és már is úgy nézett, hát, hogy egy csúdán. Igen. Sportolni járok rendszeresen, nem túl sűrűn, de futballozom és teniszezem. A foci az egy héten egyszer van. Már megint a könnyebb részét. Kinyátszunk a munkának. Hát a labda az ugye az, igen, az kergetni a labdát és szaladni a labda után, azért az egy elég jó dolog. Én azt hiszem, hogy elégedett lehetek a,
az életemmel, és hogyha azt mondják, hogyha másképp kezdem, lehet, hogy ugyanúgy csinálnám, mert azért sikerélményeim nagyon sok volt, hála Istennek, és úgy éreztem, hogy a meló, amit csinálok, meg gyakorlás, meg tanulás, minden az behozta, meghozta a gyümölcsét, úgyhogy én azt hiszem, hogy nem változtatnék a dolgon, és tudod, az élet olyan, hogy az ember kijön egy kapun, és fölnéz, és elmegy jobbra, mert azt mondja, hogy arra kell menni, hogy elmegy balra, és tudom, az első utcasarkon történik vele egy olyan, ami az egész életét meg tudja változtatni. Ilyenek vannak, én ezekbe hiszek, és azt hiszem, hogy sikerült a jó irányt megválasztanom, mert lehet, hogyha balra kellett volna mennem, és ott ért volna valami, és én jobbra mentem el, és nem történt semmi, azok általában érzésem szerint nem történtek meg, tehát úgy igyekeztem a jó irányba haladni, és azokat a lehetőségeket, amik szembe jöttek velem, azokat kihasználni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt így kellett csinálni eddig, és még hajtok arra, hogy egy-két ilyen utcasarkon valami beleszaladjak, ami jó, és kihasználjam, és dolgozzak vele, és sikereket érjek el, az egyértelmű. Hát engedjétek meg, hogy megköszönjem Ferenc Károlynak, a legendás zeneszerzőnek, szövegírónak, producer, basszusgitáros, és minden jóval ellátott embernek, hogy Hamburg előtt vette a fáradtságot, bejött a stúdióban, és elbeszélgettünk. És köszönöm Felföldi Szabolcsnak, aki megnyerte 5-szer a ketrec harcot, 6-szor az utcai harcot, Kempó Európa-bajnok, és remélem, hogy jövő héten Kempó világbajnokként üdvözölhetünk. Nagyon köszönöm, hogy ez a két zseniális ember megtisztelte a Rólad is szól a Dal című műsort. Tehát ne feledjétek, minden hónap második csütörtökén reggel 8 és 9 óra között a Rólad is szól a Dal című műsort láthatjátok. Szép napot, csodálatos életet, és ha most még van egy kis idő, akkor adunk egy kis ízelítőt a rockzenéből még, hogy azért még a mostaniak is meg tudnak szólalni. Hallgassuk meg a Dühös embert a Depression együttes előadásában. Sziasztok! Sziasztok!